beszélgetések és beszélgetések során. Ma este a vendégünk Ravel Ágnes és Tamos Márta lesznek. Róluk láttuk a filmeket, és ezek kapcsán beszélgetünk. Úgyhogy én ide is fordulok az első kérdésemmel, hogy milyen hangulatban érkeztetek ma így a filmvetítésre, mit vártatok tőle, mit kaptatok? Be van kapcsolva, ha minden. Fantasztikus. Bocs. Hát érdekes volt visszanézni mindenképpen, és legalább megkaptam azt, hogy akkor ott mit mondtam, mert biztos van egy pár dolog, ami még elmondható. Nem vagyok nagyon szószátyár, de lehet, hogy belejövök. Nem tudom, hogy mi mindent kellene mondani. Nagyon-nagyon örülök viszont kezdetnek, kihangsúlyozottan, hogy elkészült ez a sorozat, és főleg a Csontinak. Fantasztikus munkát végzett a stáb, a hatalmas stáb, és nagyon-nagyon jó, hogy egy kicsit előtt ilyen munkák is úgy elkészülnek, hogy más is megismerhesse, hogy miket csinálunk, és mit miért csinálunk. Ez rendkívül fontos szerintem. Kérdés volt, hogy mit vártunk ettől az estétől, vagy milyen hangulattal vagyunk itt. Igen. Hát itt a Csontira kell megköszönjem, hogy egyrészt, amit itt valóban végeztek ezek a filmekkel, de a másik, ami aranyos volt tőle, hogy amiért jöttünk a múlt héten, mondta, hogy hát ez olyan, hogy ilyenkor ennek egyszerűen csak örülni kell, hogy itt vagyunk, és egyszerűen csak meg kell nézni, és mondani azt, vagy átélni azt, hogy hát végül is majdnem egy lezárt munkásságot végignézhetek, és hogy ez egy ünnep nekem. És tényleg most azt kell mondanom, hogy ez egy ünnep, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki kíváncsi volt rá, hogy eljött. És az igazság, hogy én nagyon nem szerettem volna, hogy vissza kell néznem saját magamat, de egész megbékéltem vele. És aznak is nagyon örülök, hogy a Mártának a dolgait megismerhettem. Ugyan mindig is tudtam, hogy ez egy remek műterem, és mindenki ott prima. És hát így a kettő így együtt. Érdekes volt a különbség a két munka között, a két stílus között. De mind a kettő, remélem, hogy élvezetes volt, azt gondolom, hogy mondhatom így is. Köszönöm szépen. Igen, ennek az estének, meg ugye általában ezek a rendezvénysorozatnak egy ilyen fantasztikus eleme, hogy találkozások, ismerkedések is létre tudnak jönni, egymás életútját is meg lehet ismerni. Főleg így, hogy tényleg életművekről is beszélünk, esték egy jó részében. És hogyha már így az életműveknél tartunk, egy kicsit erre irányzó kérdésem is lenne, hogy van kedves, legkedvesebb projektetek, vagy olyan, ami a legjobb élmény volt dolgozni eddig? Engem szólítasz meg. Hát, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor a legjobban azt a munkámat tartom a legjobbnak, amit itt nem is mutattunk most be. Egy Pécsváradon van ugye a István idejében épült a apátság, abban egy szállodának a elhelyezését kellett megcsinálnom, és ott egy kis szálloda van, ami két meglévő műemléképület közé kellett betenni, plusz még rá. Mindegy, szóval a Pécsváradon van egy István király szálloda, aminek a bejárati épületénél éreztem meg annak idején azt, hogy hát ez most megvan. Tehát ami olyan, hogy én ennél többet nem tudok kihozni a magamból. Na ez az egyik, ami ilyen munkám. És a másik egy idősek otthona, ami a Rúphegyen épült meg, az a Covid miatt sajnos nem tudtuk megnézni,
és az is olyan volt, ami viszont a szívben markoló volt számomra, mert édesanyám halálával szinte egybe. Egyszerre terveztem annak a átalakítását, és abban tényleg a szívem lelkembe letettem, abban a kápolnát, templomot, mindent tettem, pedig a Demszki idejébe épült, és hát nem volt a programban semmi ilyesmi benne, és az a másik, ami ilyen, mégis tulajdonképpen ezek, de természetesen a soproni nagyon nagy munka, az kivett egy óriási részt az életemből. Azon kívül, hát nem is tudom végig sorolni, de volt még egy olyan munka, amit nem lehet nagyon elfelejteni, amit a Makovecz Imrével csináltunk, a Paksi templomnak egy feldolgozása, Várlaki Erzsébettel együtt csináltuk, ami szintén olyan volt, ami hát ugye a család is megsillette, úgy mondjam, mire azt úgy kerek egész lett, és vázlatokból az Imrének a nagyon részletes, hol kevésbé részletes rajzaiból kellett egy olyan kiviteli tervet csinálni a Várlaki Erzsébet. Főleg én az üvegtetejével dolgoztam, ami ilyen volt. Tehát inkább én négy munkáról beszéltem most, ezek azok, amik az én szívemhez a legközelebb állnak, de hát mindegyik egy szülés, hogy úgy mondjam, idézőjelben. Hát ha visszagondolok, akkor tulajdonképpen az egyik kedvenc házam az a Szentendrei, ami a filmben is benne volt. Először egy teljesen más, ugyanúgy a Szamárhegyen, de egy teljesen másik helyre terveztem neki meg a házat, és közben sikerült megvennie azt a telket, amire már régóta vágyott, úgyhogy az előző terv az félre, és akkor indult ez a újabb ház. Mindvégig fantasztikus partnerek voltak, és előrefelé ment az ügy, úgyhogy az egész tervezés folyamatára kivitel, mindegyikre örömmel tekintek vissza. A másik egy nagyon régi kis házam, amit mindig is szerettem, Szárszón egy nyaraló. Az még ilyen nagyon kezdeti időszak volt, de azt kell mondjam, hogy sikerült. Tulajdonképpen olyan megoldásai is voltak, ami akkor még nem volt különösebben gyárilag, meg szóval semmiféle gyári rész, meg egyéb nem volt hozzá, és bizony a lakatosainknak igen, meg kellett dolgozni. Az egyik sátortetős részére, a tetejére egy mozdítható, fölle mozgatható üvegkupolát tettem, és megcsinálta az illető. Igaz, hogy a sok vendégjárás az egy idő után, ugye ezer játszottak az összes gyerek, úgyhogy a végén azért bemondta az unalmas, de akkor is nagyon szeretem azt a házat. A kedvenc házakról ennyit nagyjából. De mindegyiket, én azt hiszem, még ha keserves is volt időnként, nem mindig felhőtlen, vagy a megrendelővel, vagy a kivitelezővel a kapcsolat. Volt olyan is, amikor egy idő után bizony elváltunk, mert akkor inkább valaki olyannal dolgozom tovább, aki vele együtt tud jól dolgozni, nekünk nem mindenes. Nem mindig sikerült, na. Köszönöm szépen. A filmekből kiderül, meg a szakmai életetokból, hogy mindketten, amikor lakóépítésszel váltatok, akkor partnerségben alapítottatok építészirodát. Márta, te férjeddel, Bornák Jánossal, és Ágnes pedig a Paralel Stúdiót Szentesi Anikóval, és egy kicsit ezekről az együttműködésekről is szeretnélek titeket kérdezni, hogy milyen valakivel szoros partnerségben, társtervezőségben dolgozni, milyen élményeitek vannak, meglátásaitok ezekkel kapcsolatban? Hát minden olyan előre kell bocsássam, hogy ez a szakma, az építészet, az nem egyéni munka. Mindig, minden alkalommal, társakkal dolgozunk, akár feldolgozó, a szakágakkal, statika, gépészet és minden egyéb. Úgyhogy ezt, ha én egyes szám első szemmel dolgozom, akkor is mögöttünk ott vannak azok a társak, akikkel ez az egész készül. Az, hogy céget alapítottunk, az még a GMK-s időszak legelején
került sor rá. Nálunk a gyerekek kezdtek felnőni, és akkor gyakorlatilag döntenem kellett, legalábbis én úgy éreztem, hogy inkább otthon csinálom azokat a munkákat, amit addig mindig este és éjszaka csináltam. Ketten egy statikus kollégával csináltuk meg ezt a GMK-t, ahol aztán a János az ipartervből csatlakozott, de hát természetesen még együtt dolgoztunk, ez nyilvánvaló. Az, hogy ez időnként, ha azt mondom, hogy én csináltam, az sem lehet, mert egy ekkora létesítmény, mint például ami a filmen is volt, az nem úgy néz ki. És gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kollégákkal, szakemberekkel tudtunk dolgozni, és attól tudnak norma jó épületek születni. Ez az egyik legfontosabb. Tehát nem én, hanem mi. Köszönöm. Hát a Parallel építész iroda, sajnos nincs itt a társam, a Szentes Janikó, nem tudott eljönni, pedig nagyon örültem volna, ha itt van. Igazából egy idézőjelben kényszerűségből alakult, mert amikor Makona kiszövetkezett, olyan nagyjá duzzadt, hogy már nem lehetett egybetartani, és a Makona Imre már nem bírta el látni munkával az embereket, akkor föl kellett szabdalni kisebb KFT-kre, és akkor hát fiatalok voltak azok a 12-15 éves generációk szinte, akik ilyen hullámba jöttek az Imréhez a vándorok, meg a munkatársak, a visegrádi tábor, stb. Kapcsán, és mi akkoriban már idősebbnek számítottunk. És így az én az Anikóval maradtunk ketten, ami egymásra néztünk, hogy hát az így jó lesz. Még a Nagy Ervin az elején velünk volt, de aztán az Ervin egyedül akart dolgozni. Ezt teljesen megértettem, mert többen az ő habitusából ez nem is jön össze, hogy ő két hölgyel dolgozon. De mi ketten az Anikóval, Körző és Fakanál Parallel kettő. Így dolgoztunk két. Ketten az Anikó, ugye ráadásul még három gyermeke volt, kilánya volt, és a férje igen hamar meghalt hirtelen, Erdei András, úgyhogy ő neki még nehezebb volt ez, de mi ketten vittük az irodát. A tulajdonosként a férjem, Tóth Tibor is benne volt, aki az iparterben dolgozott, és a iparterv mellett néha benne dolgozott az irodába is, de gyakorlatilag mi ketten dolgoztunk. És az Anikóval párhuzamosan dolgoztunk, mint Parallel, de mindig más munkákon. Tehát mi nem egy munkán dolgoztunk közösen, hanem mindegyiknek megvolt a saját, most idézőjelben mondom, vevőköre. Vagy az Imre sokszor adott munkához juttatott minket az elején, de későbbiekben már magunktól jöttek a megbízások. Azt nem mondom, hogy ilyen léptékű munkáink voltak, mint a az sem minden nap. A Vonnák műteremnél, Mártáéknál. Sokszor nagyon nehezen tudtuk fönntartani magunkat. Voltak jobb periódusok, kevésbé jók, és az Anikóval nagyon jól kiegészítettük egymást abban, hogy a céget mind a ketten vittük, mind a ketten más módon, ő talán fazekas gimnáziumból a matematika, fizika és reál dolgokban volt sokkal erősebb, én pedig inkább a mondjuk azt, hogy a művészi, vagy vagy az építészet, ugye több ága van, ez a reál és a humán része. Így mind a ketten össze tudtuk dolgozni, hogyha voltak problémák, akkor mi ketten meg tudtuk beszélni, és kiegészítettük egymást ilyen módon. De a munkákat tulajdonképpen teljesen külön végeztük, a céget viszont együtt vittük. Köszönöm szépen. Kikapcsoltam. Köszönöm szépen. Nem működik. Most már jó, szuper.
Még arról szeretnék beszélgetni, hogy nekem az is egy ilyen közös vonásként tűnt fel a filmben. Mindig ezeket próbálom keresni, mert így lehet közösen beszélgetni igazán, hogyha vannak kapcsolódási pontok, hogy mindkettőtök életében meghatározó volt egy vagy néhány mester, akiket sokat tudtatok tanulni. Márta Bellini Margitot említettem. Pázmándi Margitot. Ágnes pedig Makovec Imrét, és erről a mester-tanítvány viszonyról szívesen hallgatnánk szerintem mindig a nézőkkel, hogy mik voltak mondjuk a legfontosabb tanulságok, amiket meg tudtatok tanulni, amit így át tudtak nektek ők adni a szakmai gyakorláshoz, vagy akár milyen szemléletet tudtatok átvenni az építészetről még. Hát ez elég nehéz erről röviden beszélni, de röviden annyit, hogy az én sorsomat ez egy abszolút meghatározta, hogy én a Makovec mellett tudtam dolgozni. A Makovec az a magyar építészetnek egy akkora alakja, egy olyan kimagasló, zseniális alkotó, unikális, egyedi embere, aki mellett lenni, egyáltalán lenni, az egy csoda volt. Az, hogy az Imre melletti hétköznapokat én végigélhettem, úgyhogy egy épületben voltunk, az elején még egész közel még a Vátiban, majdnem a rajzasztalok összeértek, később pedig másik szobában ült az Imre, és hozogatta a rajzait a fénymásolóba, és első kézből láttuk, hogy miket csinál, és mentünk ki, hogy most éppen mit csinált. Ez egy akkora csoda, hogy az ember ezt végig élhette, hogy természetesen nem tudta az ember a saját stílusában, az saját épületeiben őt megközelíteni, nem is akartam, de az ő hatása, az ő munka módszere, az ő morálja, tehát minden hatott az emberre, olyan erősen, olyan karizmatikus egyéniség volt, hogy mindenek ellenére, hogy ez így volt, azért az ő tanítványai, akik közé sorolom én magamat is, ugye azért megpróbáltuk a saját egyéniségünket is érvényesíteni, mert hát ugye csak úgy megy a dolog, hogy az én kezem van ott azon a üres papíron, de a Makovec nélkül teljesen más építész lettem volna, mint amilyen lettem. És hát örök hála és egész életemet megváltoztatta az a dolog, hogy ő mellette dolgozhattam. Tehát ez nem akármi. Tehát ő nem egy akárki, aki mellette voltam. Na, szóval ezt csak azt tudja, aki is még ott mellette volt, és majdnem úgy van, hogy akik látták még Makovecet. Azok tudják, hogy milyen volt, akik nem, azok is érzik az épületeiben, ha bemennek, de azt szembe is fejezem, mert most nem. Ez ennyi. Hát nekem nem volt módom Makovec Imre mellett dolgozni. Pázmándi Margit viszont fantasztikus női építészként állt előttem. Nagyon jól tudtunk együtt kommunikálni a középület tervezésen még egyetemi évek alatt, és ezért gondoltam, hogy hát ha ott tudok tovább tanulni. Mint női építész számtalanszor megkérdezték tőlem, hogy ugye biztos a Virág Csaba csinálja az Margó házait. És mondtam, hogy nem, itt az orrom előtt készülnek ezek a házak. És nagyon ügyesen, nagyon jól csinálta, amikor oda mentem. Egyszerűen elém rakott a Kutvölgyi óra bölcsőbe engtervét, és akkor csinálj belőle egy kivitelit. Természetesen mindig segített, tehát mellettem volt. A másik az, aki érdekes és nagyon jó fej egyéniség, Vadász György,
mert aztán egy kis kitérő után elmentem a Bovárti felé, és ott a Gyuri műtermébe kerültem. Hát pezsgett az élet, kérem szépen. De biztos. Tőle viszont azt tanultam, mert nagyon érdekes, gond nélkül, építés közben, amikor úgy érezte, hogyha ő valamit megváltoztat, és attól jobb lesz, simán azt mondta, hogy na, akkor ezt másképp csináljuk. És valóban jobb lett. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és tanulságos dolog volt, amit ilyen alapon mondhatom, hogy tanultam tőle. Azért ne feledkezzünk meg Bonnák Jánosról se. Tulajdonképpen én reál érdeklődési voltam világ életemben, de mondjuk egészen más szinten, másképp, mint egy gimnazista. A János viszont ugye a talajon állt rendesen, és nagyon sokat tudtam tanulni tőle. Hát nyilván minden munkánkat ismerjük, és igaziból bele is szólunk egymás munkáiba természetesen. De mai napig is működik a dolog. Ez jó benne. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Talán még ezek a filmek arra is jó, hogy az ember így lássa újra, hogy hogyan alakultak mondjuk az épületei, vagy mi történt velünk így az elmúlt években, évtizedekben. Ezeket szoktátok követni, hogy végül milyen élet zajlik mondjuk egy házban, amit lerajzoltok, meg végigkíséritek a megépülését. És hogy ez, ha ezt így aktívan figyelitek, erről így mesélnétek, volt-e valami megdöbbentő valaha egy ház életében, amit láttatok, vagy hogy így milyen élmény esetleg ezekbe visszatérni, és látni, hogy igen, az emberek használják, és jó esetben jól érzik magukat benne, az összefonódik az ő életükkel is. Kicsit messzebbről indulnék. Nyugodtan. Ahogy végignéztük a filmeket, azért kiderült, hogy nagyon sok lakóépülettel foglalkoztunk, találkoztunk. Az, hogy az irodánkban nagyon, szóval sok minden más is volt, imaház, szabadidőközpont, minden egyéb, de azért főleg lakóépületekkel. És nagyon érdekes akkor, amikor végignézek egy tervezési munkát, azon túl, hogy elmondanám, hogy a lakóépület tervezés szerintem mai napig sem egészen elismertségét nem kapja meg. De a lakóépületeknél nem mindegy, hogy ki a megrendelő. Az egyik, aki saját magának szeretne építeni, életteret kapni, a másik pedig a beruházásra. Ég is föld a kettő. Az egyéni megrendelésnél ott tulajdonképpen szinte bele kell bújjunk a bőrébe, mert az egy testre szabott, további életlehetőség, életteret biztosító valami. Azt szoktuk csinálni, hogy minél jobban közelíthessünk egymáshoz, hogy megkérjük, hogy írják le, akár egy ilyen esszé formájában. És fantasztikus az eredmény, csodálatos, mert amikor oda jönnek hozzánk és leteszik az írományt, akkor már ők otthon megharcolták együtt a dolgokat. Tehát közös nevezőn vannak, tudják, hogy mit akarnak. A másik rendkívül sok elő- és utóbeszélgetések, tehát sok-sok beszélgetés, tárgyalás közben készül el az, amit aztán csinálunk. A következő az a beruházó számára készített, tehát egy addig nem ismert lakónak csinálunk előre épületet. Ez azt jelenti, hogy nyilván elsősorban a beruházó anyagilag szeretne jól járni. Feltérképezi, hogy mi az, amit jó el tud adni, és azt szerint készül a megrendelés felénk. Rendszerint inkább a kisebb lakások felé megy az igény, de igyekszünk úgy csinálni, hogy ezt menet közben, akár amikor eladja, már lehessen akár nagyobbá tenni, tehát a szomszéd lakást is megveszi. És a szerződésünkben az is benne volt, hogy azt mi akkor megtervezzük. Biztos, hogy ez így sokkal jobb, viszont más az igény szinte, teljesen másképp tervez az ember egy beruházónak, és mást egy rendes, igazi, ott élni kívánó megrendelőnek. Annyi sok mindent lehetne mondani, hogy időnként elkavarodok. Nyugodtan.
nyugodtan és belefér igazából még bocsánat, az időt, vagy történeteket hoz meg ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha eszedbe jut valami, akkor bátran. Hát tulajdonképpen a tervezésnél csak annyit szeretnék mondani, visszatérve még az előző előadásokra, hogy beszélgettünk itt a forma és a funkciók kapcsolatáról. Én szerintem mind a kettőre rendkívül szükség van, és ne legyen egyik se a másik rovására. De természetesen csak formai, vagy csak funkcionális igényeket előtérbe helyezve, akkor is egy egységes egészet kell kapnom a végére. Legalábbis addig én biztos nem szeretnék nyugodni, amíg nekünk is nem tetszik, addig nekem nem jó ház. És a funkció és a forma mellett még ugyan nem mindegy, hogy hol kerül az a ház, tehát a környezete, ami az, hogy most ilyen településképi véleményezésre be kell adni, ez nagyon jó, de az, hogy akkor, amikor csak egy ilyen beadványi tervet kell készíteni, ami aztán természetesen kiviteli tervestül, mindenestül értendő, de nem az adja meg az engedélyt, de nem adja az engedélyt, majd csak utólag, az egy rendkívül rossz gyakorlat. És meg is bukik, vagy meg is fog bukni, ez biztos. Olyan borzasztó házak tudnak így létrejönni, ráadásnak, ha már a kézházakról beszélünk, azért mondom, ez nagyon hosszú és szertágazó, az mindig megdöbbenek, amikor úgy kerül a telekre az a lakóépület, kézház, hogy valaki nagyon-nagyon nem törődik azzal, hogy hogy van a terepre ráültetve az a ház. Akkor, amikor találkozunk építés közben, látom, hogy kimenne a teraszra, de ott a terep a kerthez képest másfél méter különbségen van. És ilyet tilos lenne csinálni. De amikor a szabályzatnak megfelel, de mégsem jó, az annál rosszabb. Az nincs rosszabb. Ezek bökik a csőrömet, igencsak. Nem tudom, annyi mindent felírtam még. De utoljára szeretném csak mondani a team munkát. Jó, még akkor a végén visszatérünk. Jó, köszönöm. És az eredeti kérdés még a épületek utóéletére. Utóélete. De igazából el is sárcsatlakoztasz, hogyha van már még gondolatod hozzá. Hát általánosságban azt kell mondanom, hogy ha családi házat terveztem, azok általában rendben vannak, mert azok bizalmi dolog, minden családi ház szinte szépen ápoltam, meg van, ha oda megyek, akkor hát azok öregednek, ahogy kell, de úgy általában, nyilván ebben is van kivétel. Aztán vannak szállodák, amiket kénytelenek rendben tartani kívülbelül, abból is van három, amit terveztem, azok szerintem szintén ilyenek. Amikor én egy társasházat terveztem, például ez a soproni társasház, ami ez a Móricz Zsigmond utcában van, Sopronban, az egy hát egy nem műemléki környezet, de mondjuk azt, hogy közel az, mert ez az 5-ös utcai lakótömb, ez valójában városképileg egy védett terület. Ott én kivettem el egy nagyon ronda hibát szerintem, amikor még fiatal voltam. Nem tudtam, hogy a vakolatot, milyen vakolatot kell oda tennem. És kicsike voltam még, vagy buta, vagy nem figyeltem rendesen, vagy hagytam. És egy ilyen rücskös vakolatot tettek föl, amitől nagyon hamar megfogta a városi levegő, a nedvesség, a por. És mai napig is olyan, hogy a lakók nem csinálják meg, társasház. És hát egy társasház az mindig egy probléma, nem tudják, nem hőszigetelik, nem csinálnak vele semmit, úgyhogy katasztrofálisan néz ki most. A udvaron állnak az autók, nem tudta az ember akkoriban, amikor tervezte, ez a 80-as években. 85 körül kezdtük el tervezni. A rendszerváltás már bigyeredett, tehát a 87-88 körül kezdtük el tervezni, és körülbelül 5 évig épült, mert közben tönkrement a szövetkezet, stb. Nehezen épült meg, és
És akkoriban még csak egy autóra terveztünk. Most már bennállnak az autók az udvaron, a lakók nem törődnek vele, tehát az például nem merek a közelébe menni, tehát nem megyek el oda egyszerűen. Akkor van olyan ház, ami végleg teljes mértékben elhagytak. Pásztón van egy vendéglőm, amit még a Makovec Imre mellett annak idején elsőre terveztem, hát ott egy cserhát vendéglő, ami a Pásztói út mellett valami megy a Mátrába, az egy ilyen íres rom. Egy ilyen, úgy néz ki, mint egy ilyen elhagyott várkastély, vagy ami sokszor keresnek fel engem, meg egyetemisták, hogy mi lesz ezzel, meg az ottani ilyen pásztoriak is, rengeteg jó emlékük van róla, hogy milyen jó is volt ott, ez volt, milyen jó bulik voltak ott, meg milyen jó volt az a vendégről, meg ilyen kilátója volt, meg minden. Most is úgy állott. Én nekem, hát ezeket nem tudok csinálni, már nem tudok hatni ezekre, hogy most akkor legyen már valami gazdája, vegyem meg, hát hogy nem tudom. Tehát amik köztulajdonban vannak, tehát ami például bölcsőde vagy ilyesmi, azokat általában szépen karban tartják, és mondom a családi házakat. De egyébként nagyon sok ilyen, hát szóval nem sok, de vannak olyanok, amit az én tervezési hibáim miatt vannak. Mert hogy én akkoriban egy rendes, sima vakolatot tervezek oda Sopronba, akkor sokkal jobban lehetett volna kezelni, és azóta is ettől még mai napig is se tudom megemészteni, hogy micsoda hiba volt az. Tehát vannak ilyen bumerángok, amik visszajönnek, hogy hú, milyen fontos dolgok, és akkor az ember akkor még nem levő, vagy nem figyel oda úgy, ahogy kéne. Legalábbis nálam így ez így volt sajnos. Bocsánat. Nyugodtan. Valamit még elfejtettem kifejteni. Igen, nagyon érdekes, amikor visszamegyünk egy-egy régebbi házunkhoz, és azért most már mióta űzzük az ipart, azért van egy pár olyan, érdekes visszamenni. Az viszont, amikor a régi házat az utódok, vagy az éppen már új lakók, új tulajdonosok keresnek meg minket, hogy valamit testre szabottan valakit alakítsunk, vagy éppen felülítsük a dolgokat. Ezek nagyon érdekes és tanulságos történetek. Van egy pár, ami nagyon jól sikerült. Visszamenni mindig érdekes, főleg nyilván akkor megy vissza szívesen az ember, amikor tudja, jó hogy... történet. Igen, mi jó történet. Jó történet volt. És akkor örül a lelkünk. Ennyi. Igen, ez nagyon megtisztelő is lehet, mikor még így az utódok, vagy így később megkeressük az embert, és azt is látom egyébként, hogy nehéz lehet az is, hogyha így az épületet elhanyagolják esetleg, amit így, én is aztán ezt a szót, hogy meg kellett szülni a ház, és hogy igen, amivel az ember elidőz hosszú ideig végül valamilyen mostoha sorsunk, ez érthető, hogy végül olyan nehéz értéssel tölti el az embert. És még beszélgessünk kicsit szerintem arról is, hogy mi foglalkoztat titeket mostanában, vagy mivel töltöttétek az időt, mióta a filmeket leforgatták, hogy tényleg mivel telt el ez a néhány év. Dolgoztok jelenleg valamin, van valami izgalmas projekt, ami nem hagy titeket nyugodni. Én azt hiszem, hogy mindannyiunkat, de engem kiváltképp a Covid azért eléggé megváltoztatott. Sokkal visszavonultabb vagyok, nem járok be minden nap, sőt, inkább örülök neki, amikor ilyen kisebb, nagyon kedvesre házakat tudok csinálni. A szüleimnél láttam, hogy a nyugdíj előtt ki gondolkodott és ki nem nagyon gondolkodott az, hogy mi lesz utána. Az édesapám az centire tudta, hogy hány nap van még hátra, és ő tudta, hogy mit szeretne. Ment ki a kertbe, és ott teljesen boldogan ügyködött. Édesanyám meg dolgozni, meg dolgozni, dolgozni, még utolsó pillanatig járt vissza. Én különösebben nem kell gondolkodni, hogyha visszávonulok egy kicsit, de nem teljesen, mert nyilván nem szakmát, úgy ez életre szóló az a szakma. De nálunk is van kert, hál' Istennek. És
nem azt mondom, hogy kis gazdaságom van ma már, de a katalányommal azzal igencsak műveljük a konyhakertet is, meg minden egyebet. És az lenyugtat, boldogá tesz, magammal soha nem beszegszem, úgyhogy remekül el vagyok. Hát én nekem az utóbbi öt évben még voltak olyan munkáim, amik komolyabb dolgok voltak. Az egyik egy, tehát ez egy komolyabb dolog volt, a Makovesz Imrének a Siófoki Evangélikus Templomának a rendbehozatala volt, amit ilyen kormányprogramban benne volt, hogy van egy pár Makovesznek műemléki listára felvettek épületeit, ami között van az evangélikus templom is. Hát annak a rendbehozatalát csináltuk évekig, a másik pedig egy nagy projekt, az első ház, ami Tahitót faluban a saját házunknak a kertjében egy faházat terveztem. 40 négyzetméteres plusz faház, amit végig megrajzoltam, művezettük, megterveztük. Na, szóval az most megépült, ami nagyon jó volt. Egyébként pedig én magamat edzem, hogy ne hiányozzon a szakma. Van öt unokám, úgyhogy én azokkal kitöltik az időt, ha nem, akkor pedig lubickolok ilyen dolgokba, hogy irodalom, zene, tehát főzés, és hát sajnos hát az egészségem az se, azért nem teszi lehetővé, hogy olyan módon dolgozzam, ahogy kellene, szóval inkább ilyen mozgás problémákkal küzdök, úgyhogy nem tudok neki menni, nem tudom, ilyen újabb dolgoknak. Nem is szeretnék egyébként már tervezni úgy, ahogy ma kell, mert ezek a bejelentési tervektől kezdve, amiket most a szerencsétlen építészeknek most kell végezniük, ez a rengeteg jogszabály, meg minden, annyira elriasztja az embert, hogy gyakorlatilag én ezeket már nem tudnám követni. És hát így én most, ugyanakkor az alkotás, a tervezés az mindig vonzza az embert, tehát akkor érezni az ember elemében magát, ha megint valami, akármilyen kis feladat lenne, és baromira bele tudnék szólni mindenkinek a munkájába, de mert ugye az embernek benne van a vénájában, a vérében ugye az, hogy ezt végezte évtizedeken keresztül, de hát ez van, hogy az ember ugye egyszer csak abba hagyja, mint én végül is abba hagytam, de nem jó szívvel hagyja az ember abba, de ezen túl kell lenni, és azt mondani, hogy sok minden van ezen kívül a világon, amit lehet még faházat tervezni, kertet ápolni, unokákat sütni, főzni, és ennyi. Ez lehetett volna egy nagyon jó végszó is, de megértem, hogy még a csapatmunkáról beszélgetünk. Említetted, hogy szeretnél a végén még erről valamit mondani, hogyha eszedbe jut, vagy megosztanád, akkor ez az szuper lenne. Én azt hiszem, hogy az egyik az a fő lényeget azt elmondtam. Az volt egy időszak az irodánkban, amikor már most már kisebbek vagyunk. Soha nem akartunk hatalmasak lenni, mert azért az akkor minimum egy embert, aki amúgy szeretne építész lenni, az eltaszít az asztaltól, a rajzasztaltól. De azért jól esett, hogy egy kicsit lejjebb csökkent az iroda. Áttekinthető a mindennapos állandó munkakeresés, ami hála Istennek nekünk rendszerint jöttek. Tehát nem hirdetés, nem ott az ember, nem szólok, hogy adjál már egy kis munkát, nyilvánvaló. De azért kell néha egy kis nyugis időszak. Úgyhogy a tímről annyi. Nyugodtan. A tímről még annyit, hogy azért nekünk egy családi tímünk van, itt van a férjem, aki szintén építész. A fiam szintén építész, az a paralelben ő viszi tovább az irodát, egy szál maga egyelőre, illetve hát még van egy kollégája, ugyanott, ahol a
én kezdtem, a Makovec Imre utcában, ami régen Kecske utca volt, úgyhogy tím ilyen szempontból megvan. Folytkőp. Igen. Szemeted még kihajlom. Igaziból először azt hittem, hogy először bemutatkozunk, és akkor tudtam volna a családról beszélni. Én nekem az őseim között nem voltak sem építészek, sem műszaki emberek, de a Jánosnál aztán leginkább. Hárman voltak testvérek, és mind a három építész. Nálunk a két gyerek az mindegyik ezen a pályán dolgozik. Kati viszi az irodát, a fiunk pedig kivitelez. Úgyhogy azt hiszem, hogy valaki tovább viszi. És tím vagyunk, igen. Ugyanúgy az első a GMK-nk is tím, 82 volt, mert akkor kezdtük el a harcot, hogy legyünk. 83-ba sikerült. Úgyhogy ezek vagyunk mi.